Tanévnyitó ünnepséget tartottak szeptember 8-án délután a Szerencsi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. Az ünnepség első perceiben az iskola diákjai adtak ízelítőt a különböző képzésekről. A műsorban többek között szerepelt vers, hegedű, szakszofon és zongorajáték egyaránt. Harkányi Kovács Katalin tagintézmény vezető beszédében kiemelte, hogy azok a diákok, akik a művészeti oktatásban vesznek részt, igazi értékekkel gazdagodnak, melyeket ebben az intézményben megkaphatnak a kiválóan képzett pedagógusoktól. Az intézményegység vezető többek között arról is szólt, hogy nagy változás köszöntött be az iskola életében, hiszen a 2014-15-ös tanévtől az intézmény fenntartója a Tiszán Inneni Református Egyházkerület. A vallásos nevelés stabil hátteret és biztonságos kapaszkodót nyújt a diákoknak a mindennapi életben. A tagintézmény vezető ismertette, hogy a 2014-2015-ös tanévre 420 tanuló iratkozott be, 257-en zenei, 163-an képzőművészeti, dráma, valamint néptánc tanszakra jelentkeztek. A művészeti iskola vezetője beszédében kiemelte, hogy a tanítást a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola és Bolyai János Katolikus Általános Iskola és az Új Zeneiskola tantermeiben, valamint zenei előképző formájában az óvodában végzik. A tanévben megrendezésre kerülő országos, regionális versenyekre, találkozókra, városi rendezvényekre, iskolai műsorokra és növendékhangversenyekre készítik fel diákjaikat, hangzott el a tanévnyitó beszédben.